Önmagáról készült arcképe, aktok, de főként különböző technikával készült tájképek kaptak helyet a Mosonvár megyei múzeum kiállító termében, ahol most Szoboszlai Éva több évtizedes munkássága mutatkozik be. A festőművész 1942-ben született Moson-Magyaróváron, majd a fővárosba került. A 60-as években kezdett el festeni, majd restaurátorként dolgozott. Egy munkahelyi baleset után döntött úgy, hogy visszatér a festészethez. Moson-Magyaróváron Magyaróvári kiállítását október 18-án a Magyar Festészet napján nyitották meg a Mosonvár megyei múzeumban, ahol Juhász Bálint, a kiállítás kurátora köszöntötte a vendégeket. Minden kétséget félretéve kijelenthetjük, hogy a kiállítás először mutatja be Szoboszlai Évát szülővárosa közönségének. Éva, mint ahogy már tudják sokan is, egy érveli akvarellista és pasztelfestő. Ettől függetlenül nagyon keveset tudunk képzőművészeti karrierjének fejlődését. Már gyerekkorában erős érdeklődés mutatott a rajzolás iránt, és ezt a budapesti vasutas képzőművészkör esőt alkújamain kezdett el kamatoztatni Kirchmarer Károly vezénylete alatt. Ezt követően a Déshuber István kör rajztanfolyamán tanult akfestés és akrajzolás. Juhász Bálint elmondta, a festőművész ezután a képzőművészeti főiskolára került, itt a harmadik évben döntött a restaurátorság mellett, majd balesete után akvarell és pasztelművészként újra megtalálta önmagát. A kiállítást hivatalosan Feledi Balázs nyitotta meg, aki a festőművész életútját elevenítette fel, majd a kiállított képekről is részletesen beszélt. A főiskola előtti időszak, tehát a 60-as évek második feléből a kinti részben is, de itt is látom munkákat, akkor jön a 70-es évek, a főiskola utáni időszakból részben festészet, restaurátorság, majd a negyedik etap, ugye a 90-es évektől az akvarell festészet. És ez az akvarell, hogy Éva mindig a természetben gyökerezettséget tartotta a legfontosabbnak. A festőművész elmondta, óriási munka volt a több évtized alatt elkészült képekből kiválogatni azokat, amik most helyet kaptak a Moson-Magyaróvári tárlaton. Érdekes módon mindenre emlékszem, pedig mennyi 50 éves, van, ami 60 éves, és nagyon furcsa, hogy most viszont látni ezek a gyerekeim. És volt olyan gyermek, aki megjárta Amerikát ottan más képeket, de ezt az egyet, a Bálint kiválasztotta, mert valamikor, amikor szó se volt róla, hogy festő leszek, vagy van, csak úgy szerettem festeni. És akkor jött egy úr Amerikából, azt mondta, hogy hallott Szentendéről, meg szeretné nézni, és mondtam, elviszem, megmutatom. És amíg ő nézegette, meg fotózgatott, én meg skiccelni szoktam. A Szoboszlai Éva munkáit bemutató Ingadozás múlt és jelen között című kiállítás november 19-ig látogatható, hétfő kivételével naponta 10 és este 6 óra között a Mosonvár megyei múzeumban.